Pannon Rádió. A te hangod. Kalotaszögi, ez szólt itt az elmúlt egy-két percben a 91.5-ön, és ennek az apropója pedig az, hogy Szögi István zenésszel beszélgetünk itt a folytatásban, akinek köszönhetjük ezt a szerzeményt. Szervusz Pityu, üdvözöllek itt a vonal túlsó végén, egyenesen Budapestről jelentkezel, igaz? Igen, szia Zoli, üdvözlöm a kedves hallgatókat. No, hát alkotsz egyre többet hallunk mostanában rólad, úgyhogy egyébként nyilván a korábbiakban is azért lehetett rólad hallani, különböző zenekarokban azért ott voltál. Többek között a Színszikázban is, hogy megtaláljuk a pannonos kapcsolatot, ugye Sulti Julival együtt muzsikáltál azért hosszú éveken keresztül. Azután pedig nyilván ugye külföldre kerültél, tanulmányokat folytattál külföldön, és jelenleg pedig Budapesten élsz, tartózkodsz és alkotsz. Hogyan kerültél most ott egyébként, hogy jött a döntés és mióta vagy ott? Fölköltöztem a páromhoz, aki azóta most már a feleségem és a kislányom anyukája. Gratulálunk hozzá. Így jutottam föl Pestre. Nagyjából ennyi, tehát akkor gyakorlatilag az életnek ez az oldala vezetett fel. Hogyan találtad fel magadot Budapesten így zenészként, dalszerzőként? Azt mondom, hogy egész jól, mert hogy mikor beütött ez a cudar világ, cudar élet, akkor jöttem föl, és nem panaszkodhatok, mert koncertekből sincs hiány, és munkahelyből sincs hiány. Persze mindig lehetne több, de tanítok és játszok egy pár zenekarban. És hát nyilván ugye dalokat is szerzel, onnan jött az ötlet tulajdonképpen erre az egész témára is, hogy elég sokat lehet rólad hallani így a Facebookon is, meg különböző közösségi oldalakon, ahol egyébként olyasmiket osztasz meg, amik a te szerzeményeid. És akkor beszéljünk egy picit magáról a dalszerzés részéről, mert nyilván te zenészként működsz elsősorban, gondolom, hogy ennek tartod magad, de nyugodtan cáfolj rám. Így igaz,
nem így van. Én is játszom egy pár hangszeren, harsonázok, brácsázok, próbálok zongorázgatni, minden, ami szükséges a fennmaradáshoz. A zeneszerzést, hát igazából most volt egy nagy projektem, amit most látsz és látnak az emberek. A Táborosi Margaréta hívott meg egy... rendezett egy darabot a Soltis Lajos Színháznak, a Dudás Károly Ketrec Bálát vitték színpadra, és meghívotta a Maró, mint zeneszerzőt. És igazából ott tudtam belevágni jobban ebbe a zeneszerzésbe. Mindig is vannak elképzeléseim, és mindig is voltak, hogy szerintem ez csak a kezdet, innentől innen fog csak kezdődni megjönni az egész. És érdekes az egyébként, itt az elmúlt percekben hallott dalban is azért érződik az, hogy nagyon sokrétűen gondolkozol, és tök érdekes az, hogy a trombont használod elsősorban hangszerként, ami hát valljuk be, tehát nyilván néhány műfajban nagyon-nagyon populáris is ott van a köztudatban, viszont vannak olyan műfajok, amikben korábban azért nem tudtuk volna elképzelni. Hogyan tudod megtalálni a helyét, mennyire működik ez, és hát milyen módon közelíted meg úgy műfajilag az egészet, mert itt most, ami elhangzott, egyébként a Kalota Szögi, ugye a neve is utal tulajdonképpen egy népzenei dialektusra. Így igaz. A te stílusoddal ötvözve történik ez, tehát akkor nyilván hat rád ilyen szempontból, vagy hatnak ilyen formában ezek a hagyományok? Elég sok minden hatám. Nagyon sokat táplálkozom népzenéből, ugye, amint a neve is elmondja, az egy Kalota Szegi, csak én átváltottam, ugye, mivel Szegi vagyok, ez hát legyen igen, Kalota persze, Szegi. Igen, ötletes a név, mert hát a saját magadévá tetted lényegében a dalt. Így igaz. Arra gondoltam, vagyis hát igazából a melódia adta magát, hogy ilyen elektroszwingbe tegyem át. Uh-huh. Ebben segített Jan Uvira, egy cseh haver, akivel Rotterdamban ismerkedtem meg, ő játszott zongorán. DNS Ákos segítette az utómunkákat, mix és mastert, hogy így szóljon ahogy, és Mózes Toscano Frente játszotta a fuvolát. Tehát alapvetően ugye azért van egy ilyen kis alkotógárda, akikkel együtt szoktál dolgozni ezeken a alkotásokon, műveken. Mindig próbálok az adott számhoz a megfelelő embert meghívni. És mivel vannak havereim, ezért mindig megpróbálok valakit becserkészni. Hogy működsz a dalszerzésben egyébként, amikor mondjuk kifelé kell dolgozni, és nem magadnak írsz, vagy olyan dolgokat írsz, amik elsősorban tőled származnak, hanem valamilyen féleképpen meg kell felelni azért az elvárásoknak, akkor hogyan gondolkozol, és milyen hangszerekben szoktál? Nekem ez teljesen jól jött, amikor a Maró felkért, mert hogy én azt hittem, hogy nehezebb lesz, de amit tapasztaltam, hogy sokkal inkább inspirált az, hogyha valaki megad valamit, hogy milyen keretek között. Nyilván volt szabad kezem, de mégiscsak a kereteket a Maró adta, és sok brainstormingolás után volt rá esélyem, hogy kipróbáljam magam. Tehát adott kereteket a Maró, és abba bele kellett férjek, és vagy tetszett, vagy nem. Hogyha nem tetszett, mentünk tovább, és kerestük még a hangzást. Ha pedig tetszett, akkor meg bevált, mindenki örült. A hangszereket pedig úgy válogatom össze, ahogy éppen jön, nem nagyon, nincsen sablonom előre, vagy ilyen gondolkodásom előre, ahogy éppen kívánja a nóta. És tök érdekes az egyébként, nyilván majd ebből is adunk ízelítőt, így a hallgatók, és akkor kaphatnak erről egy teljesebb képet, hogy miről is van szó, de hát ugye konkrétan egy olyan dalt készítettünk be, amiben amúgy ének is van, Varga Dávid, jazz énekes, szintén Varga hazánk Dávid fia énekel. Így igaz, aki most itt van Pesten, és ezért is hívtam meg. Aha. Szeretem a hangját hallgatni, és szerintem nagyon illik rá, mert teljesen jó elő tudja adni ezt. Igazából egy nótából lett, egy hallgató nótából lett ilyen szanovás dolog. Itt még meg kell említsem a Tomás Bácsert, aki volt latin tanárom Rotterdamba, ő zongorázta föl, és megint csak a Dénes Ákos kedvenc dobosom, és már ne haragudj, Zoli, te is jó a kedvenceim közé tartozol, de hogy egy jó barátom, Dénes Ákos mixelte és masterelte, segített a hangzásban. Na hát ebből is majd adunk egy kis ízelítőt, pontosabban lejátszok ezt a dalt itt a folytatásban, tehát ez már kimondottan ugye ez a bizonyos színdarabhoz készült, amit Táborosi Margarita rendezésében lehet már látni egyébként, mit kell tudni a darabról? Tavaly készült. Ez tavaly? Aha, tavaly készült a 40 éves jubileum a Soltis Lajos Színháznak. Hát játszották, éppen most beszéltem a
Lajosnak a fiával, Soltis Lehellel, hogy múlt héten vagy azelőtt, hogy játszottak. Tehát lehet látni, Celldömölkön van a színház, ott adják elő, nem tudom, hogy mennek-e tájolni. Volt róla szó, hogy viszik majd Vajdaságba, és én szeretném, mert nagyon vajdasági témát, feelinget dolgoz föl. Nem szeretnék spoilerezni, ezért nem is mondok semmit, meg kell nézni. Hogyha van valakinek lehetősége rá, nézze meg, ajánlom. És hát, hogyha már vajdaságról beszélünk és hazatérésről, akkor milyen gyakran tudsz hazajárni, és esetlegesen láthatunk-e valamikor így szerepelni is itt vidékeinken, vagy ezért inkább úgy Pestre kell most utazni? Hát most éppen Pestre kell utazni. Volt a nyáron, nincs most kilátásban, hogy mikor leszek megint. Nehéz is most tervezni egyébként megint csak ebben a picikét feszkósabb helyzetben. De hát ezek szerint akkor Budapesten persze. Azért van a koncertjeid. Igen, akadnak. Most már idén nem sok lesz, kilátásban van egy vagy kettő, de hát igyekszünk, hogy minél több legyen, minél többet halljuk. Hát Szögi Istvánnak, Pityunak, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Itt ajánlanám rögtön a YouTube channelodet, ahol egyébként utánad lehet nézni, és a munkásságod után egészen pontosan, vagy hát ízelítőt kapni abból, hogy mivel és hogyan foglalkozol a zenén belül. Szögi István, nemes egyszerűséggel ennyit kell beírni a keresősávén, most ezt megtettem, és ott is találjuk magunkat az ezzel azonos nevű YouTube csatornádon. És ott is megtalálhatóak ezek a dalok, amiket mi is játszottunk, meg játszunk is itt a folytatásban. Szögi Istvánnak még egyszer nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Elengedünk téged, ha jól tudom, akkor mész is. Tanítani, igen, úgyhogy igen. További jó munkát kívánunk köszi neked. És... köszi szépen a lehetőséget, Zoli. Köszi szépen, hogy itt voltál, mi pedig játsszuk már is a Ketrec Bál című színdarabhoz írt másik dalt. Itt hagyom a falutokat, ugye egy magyar nóta átiratáról van szó, nem akárhogyan, amiben természetesen Szögi István is közreműködik, mint dalszerző és mint művész, és hát Varga Dávid énekét is lehet hallani, neki szintén ugye vajdasági származású jazzzenész. Hagyom a falutokat nem sokára, elmegyek én ti tőletek más határba. Csillagtalan sötét éjjel megyek hozzád búcsút venni, hogy a könnyen meg ne lássa soha senki. Ezt ha elmegyek, ne mondjatok a rosszat róla. Egyre kárt evője én senkinek, de sose voltam. Te se vethetsz a szememre, egyéb hibát nagyobb vétket. Azt, hogy szerettelek sütni.